A polgármesteri hivatal dísztermében fogadták a turisztikai szakma azon képviselőit március 9-én, akik Moson-Magyaróvárra érkeztek a Flexum Thermalen Spa meghívására. A szakmai találkozó célja volt, hogy bemutassák a Moson-Magyaróvári termát, és emellett a várossal is megismerkedjenek a résztvevők, így elsőként Árva István számolt be a turisztikai múltról, jelenről és a jövőbeli tervekről. Nem igazán tudta kiforni magát a turizmus, és a legutóbbi időkig azt mondtam, hogy igazából ostoba gyermeke is volt ennek a nagyfene iparosodásnak, amire ez a város, vagy amiről ez a város híres. De aztán elindult a fürdőfejlesztés ismételten. A nap egyik vendége a Magyar Fürdőszövetség képviselői voltak. Azt gondolom, hogy egy olyan tulajdonosi háttérrel, illetve a város támogatásával bírva, azok az ambiciózus tervek, illetve azok az elképzelések, amik egyrészt a tulajdonos, másrészt meg az üzemeltető részéről itt megfogalmazódtak, azok mindenképpen arra predesztinálják a települést, hogy ne csak a szakmai, hanem a hazai turizmus térképére is felkerüljön és tartósan ott is maradjon. A Moson-Magyaróvári termál számos fejlesztésen esett át az elmúlt években, aminek köszönhetően szinte teljesen megújult, ezt ismerhették meg most a turisztikai szakma képviselői. A fejlődések pedig a jövőben sem állnak meg, számos tervvel készülnek, rövid és hosszú távon is. Az idei évre szeretnénk az új területet, amit ugye az egyetemtől vásároltunk, azt fejleszteni, strandröplabda pályákat, homokos pályát építünk, illetve ilyen beach jellegű büfét és egy ilyen beach jellegű strandrészt kialakítani, mert ez hiányosság a fürdőnknek, valamint ami nagyon fontos szerintem, a zöld területet tudjuk növelni ezen a részen, úgyhogy remélhetőleg nyáron ezt az új részt át fogjuk tudni adni a vendégek részére. A termál vezetősége készül a téli időszakra is, így a zárt térben is fejlesztés várható, kialakítanak egy exkluzív marakes pihenőt, valamint a hotelek is megújulnak. A Flexum Thermalen Spa egyik nagy célja jelenleg, hogy gyógyhelyé nyilvánítsák a fürdőt, valamint a területén található termálhotel is megkapja a gyógyhotel címet.